Többször említettük ma már műsorunkban és a híradóban is a szomorú hírt, hogy a Liu fivérek, a gyorsorcsolyázó olimpiai bajnokok nem versenyeznek többé magyar színekben. Hivatalosan egyre csak ennyit lehet elmondani, hogy pontosan mi lesz a folytatásban, amely mindjárt beszélünk szakértő vendégünkkel, de hogy milyen jelentőségű az ő távozásuk, arról egy kis táblázatot készítettünk, hogy a téli olimpiák történetében ki, hány és mikor milyen olimpiai érmet nyert. Tehát ugye, hogyha megnézzük a táblázatot, jól látható, hogy olimpiai aranyérem az csak a Liu fivérek közreműködésével született, és hát az újkor, vagy mondjuk úgy, ha a mai élő generáció számára az utolsó pozitív élményt talán Regőci Krisztina és Salai András légpresszidben elért 1980-ban nyert ezüstérme volt, a többi mind-mind a régmúltba vesző, talán a háború előtt és az 50-es években nyert érem. Tehát sokan azt mondják, hogy a legnagyobb tragédiája ennek az eseménynek, ennek a ténynek, hogy a Liu fivérek valószínűleg távoznak, és többet már magyar válogatott színekben nem fognak versenyezni, hogy ezzel gyakorlatilag megszűnik a magyar téli sport olimpiai eredményessége, jövőre nézve legalábbis Cségál Andrással, az Index főmunkatársával beszélgettünk a témáról. Jó reggelt, szervusz! Tegeződhetünk, ugye? Tegeződhetünk, jó reggelt! Hát néhány évtizede ismerjük egymást. Szóval először is, mennyire hivatalos, én nem tudok hivatalos nyilatkozatról, ami ezt a bejelentést megerősítettem, azt a részét, hogy Kínába távoznak, csak egyre azt, hogy kérték az állampolgársági változtatást, és hát nyilván a legfontosabb, ami sokakat érdekel ezen a tényen túl, hogy mi lehet a háttérben? Te mit sejtesz, mit gondolsz? Tényleg csak a pénz, vagy más egyéb szakmai szempontok is számíthatnak? Ez egy rendkívül komplex kérdés, és én azt hiszem, hogy az anyagiakon kívül, mert azokat se lehet elhanyagolni. Ugye 50 milliós magyar, 800 milliós kínai olimpiai aranyérem támogatásról beszélhetünk. Igen, bár azt nem tudjuk, hogy az egyszeri volt, vagy pedig ez a rendszer Kínában, nem tudjuk pontosan. Azt tudjuk, hogy hogy az 5 évvel ezelőtti téli olimpián győztes kínai versenyző 500 méteren győzött, az 2 millió dollárnak megfelelő. Az mai árfolyama 800 millió. 800 millió forint, annyit kapott. De ismétlem, ez egy komplex kérdés. A legtöbbet a LAT-ban Lina Chang személye nyom, a két fiúnak az edzője, aki 2005-ben kivitte őket, illetve egészen pontosan az apjuk intézte el, akik itt élt Magyarországon. Édesapjuk kínai, tehát ők Magyarországon születtek, csak az egyik szülő ugye kínai, és általa volt ez a kapcsolat. Igen, és jelen pillanatban kizárólag magyar állampolgárok. A kínai törvények nem ismerik a kettős állampolgárságot, tehát ahhoz, hogy ők kínai színekben versenyezzenek, ahhoz mindenekelőtt föl kell venniük a kínai állampolgárságot, ami egyszer mind a magyar állampolgárság elvesztését is fogja jelenteni. És az ezzel jár összes előnyöket, ha csak az anyagiakat nézzük, ugye az 50 milliós olimpiai aranyéremért járó jutalom mellett egy 500 000 életük végéig szóló járulékról mondanak le. Igen, ami fix, ami tuti, bizonyos értelemben az ismeretlenbe ugranak bele, mert a kínai piac, és most nem a józsefvárosi kínai piacra gondolok, hanem a lassan 1,5 milliárdos kínai népköztársaságra összehasonlíthatatlan nagyobb potenciállal rendelkezik, mint a magyar piac. Már 10 millióan sem vagyunk, és a kínai Facebook, a Weibo, az egy olyan hatalom a fiúk kezében, hogyha egy bármilyen posztot kiraknak, annak 30 millió lájkolója van. Nálunk, hogyha megfeszülnek, akkor se tudnak 100-150-nél több lájkot bevonni. Hát nyilván ez egy nagy hatalom és egy kis ország versenyében nem is kérdés, hogy ezek a számok ugye milyen irányba mutatnak. Na, de nézzük a dolgnak az érzelmi vonatkozását. Különösen, hogyha azt nézzük, hogy ők nem Kínából Magyarországra honosított, hanem itt Magyarországon született, ekte magyar emberek lehet mondani, ilyen csúnya szóval, hogy fogalmazzak. És hát tényleg mindent megkaptak, túl az anyagi, szakmai, mindenféle támogatáson, túl a nézőktől az érzelmi visszaigazolást, szerették őket az újságírók, a nézők, a szponzorok, mindenki. A lányok. A lányok is, tehát minden értelme, lehet mondani, hogy magánéletükben és szakmai sportéletükben is egyaránt sikeresek voltak. Mi lett mégis az, ami ráadásul már elérték azt, aminél többet nem lehet elérni, legfeljebb újabb és újabb olimpiai bajnoki címeket. Kérdés aztán a sportpályafutásuk, hogy meddig tart. De mi lehet az, ami elvonz embereket, miközben mindenük megvan itt egy másik országban? A szeretett edzőjük személye. A mai napig nem itt világos. Itt az edző, tehát a szakmaiság és a szeretettség is számít egy érzelmi kapcsolat? Szinte anyjuk helyett anyjuk volt, ha bár anyjuk hála Istennek él, és jó a viszonyuk a fiúknak az édesanyjukkal, de minden szakmai
szakmai szempontból mindent Lina Changnak köszönhet. Már egy elég kemény korbácsos edzőnek mondják. Igen, de a fiúk ezt elviselték. Tudjuk jól elbeszéléseikből, hogy gyakran sírva mentek haza az edzések végén. Tényleg halál közeli állapotban voltak, tehát a kínai módi az nem olyan, mint a magyar. Nem pátyolgatják a versenyzőket, hanem... Tehát az eredmény megvan. Egyetlen egy dolog számít, az eredmény, semmi más. Most aztán mondhatjuk a másik oldalról, hogy most ez persze drámai bejelentésnek vagy hírnek tűnik, és nagy vesztesének a számunkra, ugyanakkor voltunk már, meg most is vagyunk haszonélvezői több más irányú átigazolásnak, nevezetesen például John Krüger, aki a magyar válogatott színeit erősíti, vagy erősítette. Ő például kifejezetten így lett magyarítva amerikai állampolgárból, hogy ennek a csapatnak a olimpiai bajnok tagja igen. legyen. Igen, hát ez oda-vissza működik ez a történet. Más sportágakban is volt ilyen, hát gondoljunk Perez Charlie-ra, minden idők egyik legjobb, mondjuk úgy, hogy magyar kézilabdázójára, aki kubaiból lett magyar. Vagy egy másik labdajátékos röplabázott mondjuk a saját életedből. Igen, nem akartam Csupitáz, ezzel előhozakodni, első feleségem. Aki miatt tetség Gál András vagy tulajdonképpen. Igen, ő perui VB ezüstérmesként jött Magyarországra a 80-as évek elején, és aztán a magyar válogatottal még EB bronzérmet is nyert. Szóval, de említetnénk még kézilabdából is számos példát, Radulovicsot ugye, aki tényleg minden idők egyik legjobb magyar kézilabdázója lett, tehát ezeket örömmel elfogadtuk. Hát most mondhatnám kicsit ilyen szlengesen a fagyi visszanyalt. Még egy kérdés csak, hogy a most ugye egyfajta ellentételezésről beszélt Kósa Lajos a minap, hogy igen, elengedik, nem gördítenek akadályt a további sportolói pályafutásuk elé, de hát egy 100 milliós nagyságrendű összegről beszélt, amit úgymond ilyen költségtérítésként várnánk. Meg lesz ez, megkapjuk-e, és reális-e ez szerinted? Szerintem ez reális. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen jár, hiszen itt költségvetési pénzekről van szó. Tegnap volt alkalmam interjút készíteni Kósa Lajossal, nekik el kell számolni ezekkel a pénzekkel. Tudjuk jól, hogy a magyar sportot az állam tartja fönt 99%-ban, és az elmúlt 3 évben a versenyeztetésükre fordított összeget azt vissza kell fizetni. És a kínai állam fogja nyilván. És gondolom, hogy a kínai állam fogja ezt megtenni. Cség Állandás, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezt. Szívesen.